Barabás, Lúnya, Kölcse. Ezekkel az önkormányzatokkal folyamatos kapcsolatot tart a Nyíregyházi Oltalom Szeretett Szolgálat. Az evangélikus egyház által fenntartott szociális intézményhálózat a befogadó helyeken elszállásolt menekülteknek nyújt célzott segítséget. Előzetes igényfelmérés alapján természetbeni vagy pénzbeli felajánlásokból beszerzett adományokat visznek a helyszínre. Azokat is tudják támogatni, akik tovább szeretnének utazni. Mi ki tudtunk alakítani egy 50-60 fős kontingenst, amiben a Luther Márton kollégium, amelyik egy középiskolai kollégium, az Oltalom Szeretett Szolgálat különböző részlegeiben és családok által felajánlott lakásokban tudjuk elhelyezni átmenetileg az idejövőket, illetve együttműködünk nyilván az egyetemnek a kollégiumával is. Laborci Géza elmondta, lelki segítségnyújtást is végeznek, sokan háborús övezetből traumatizált állapotban jutnak át a határon. A Szeretett Szolgálat tolmácsot vett fel a kommunikációs akadályok leküzdésére. A fenntartó evangélikus egyház pedig létrehozott egy olyan adatbázist, ahol az üresen álló ingatlanokat tudják felajánlani a tulajdonosok a menekültek elszállásolására. A Szeretett Szolgálat németországi kapcsolataival is segíti az Ukrajnából érkezőket. Van nekünk egy németországi testvérintézményünk München mellett, és ők is egy szociális falu tulajdonképpen, és ők is a német nagy segítségi rendben befogadó intézmény. Megkapták rá az engedélyt, hogy közvetlenül vihetnek tőlünk menekülteket, úgyhogy kialakítottunk velük egy ilyen hidat. Az Oltalom Szeretett Szolgálat az elmúlt időszakban mintegy 500 menekültnek tudott segíteni. Azok, akik az Ukrajnából érkezőket valamilyen módon támogatni szeretnék, közvetlenül is fel tudják venni a kapcsolatot az intézménnyel. Rajtuk keresztül természetbeni vagy pénzbeli adományozásra is van lehetőség.